Ajkai bedobás, helyett Sárvári volt, de Ajkai védekezéssel párosítva. Ott egy helyzet, ott a helyzet, gól! Vezet a vendégcsapat. Nagy, szép volt. Nézzük, lesz ebből komoly helyzet. Beadás. Köles. Köles vissza középre. Nincs rá úgy érkező, komolyan. De egy nagy lövés, nagy góllal! Nagy góllal! Szó szerint nagy góllal, hiszen Nagy szerezte a találatot. Kézből kézbe adják majdnem ugye a labdát. Szép játék, Major. És megindult Illés, és ott a helyzet, vagy nincs ott, nem, ott van 3-0. Ennyi ez a mérkőzés, mára el van döntve. Horváth Péter. Sárvári szabad, fúj a bíró. És sípszót jelez, mutogatja, milyen szép sípja van a játékvezetőnek. Talán egy utolsó helyzet a Sárvár részről. Megindulás, lövés, helyett beadás, fejes, gól! A becsület találat ott van. Ez kellett a sárváriaknak. Sajnos Horváth nem tudott rámozdulni, váratlanul érte. A Sárvár FC csapat a gólt szerzett, a gólt szerzett. A gólszerző pedig 16-os számmal Koroncai. Az FC Ajkajavára. Szépíteni tudott a sárvári csapat. Hát nem tudom, hogyha még egy olyan 20-30 másodpercen belül rúg még kettőt, akkor a szurkolók is boldogan mennek haza.